Az egyetemi docens augusztus 28-ai foglalkozásán a Faluházban az emberfeletti teljesítményekre szerette volna felhívni a figyelmet. Mélyből a magasba. Ezt választotta vezérgondolatként, hogy a sportban és az irodalomban tetten érhető nagyságoknak állítson emléket általa. Van egy magyar világbajnok, egy olyan fiatal hölgy, aki 102 méterre az óceánba le tud menni, azt más is meg tudná tenni, de ő fel is tud jönni úgy, hogy nincs búvár készüléke. Szóval ez egy nagy dolog, és úgy gondolom, hogy az irodalomban is kell azt követni, és a saját életünkben, hogy milyen mélységekből tudunk a magasságba felemelkedni. Závada Pál Hajó a ködben című műve is terítékre kerül majd a foglalkozáson. A Weiss Manfred acél- és fémművek alapítója és névadója korának meghatározó alakja volt. Az országban is nagyon izgalmas, családilag is nagyon izgalmas, és ez a könyv Závada Pál meg tudja írni ennek a mélységeit, és meg tudja mutatni azt, hogy ez a család hova jutott, mi a túlélésnek a módja. És úgy gondolom, hogy ez ad egy alapgondolatot túl a Korok Fatimának a teljesítménye. Ő is a mélyből a magasba tört. Az olvasókör alkalmait mindig közösen határozzák meg, annak függvényében milyen témákat érintenek a foglalkozásokon, milyen könyveket dolgoznak fel éppen. Korábban mindig szempontokat adtam ki előre, de 5 év alatt eljutottunk oda, hogy mindenki egyénileg fel tudja dolgozni, és nekem az benne az izgalmas, nőként is, meg az olvasókör vezetőjeként is, hogy látom az ő fejlődésüket. A Concordia olvasókör vezetője szeretné, ha minél többen követnék példájukat, és az övékhez hasonló összetartó közösségeket alakítanának. Harcsa Borbála is nagy örömmel csatlakozott a társasághoz, a kezdetektől fogva tagja a körnek. Ad egy keretet vagy tudatosságot az olvasásnak, hogy itt másokkal meg kell beszélni, amit olvastam. Úgyhogy a szabadidőnek ez egy nagyon jó és úgymond fölépített eltöltése, ami közösségi élmény is. Az irodalmi kör demokratikus szervezet. A tagok aktívan alakíthatják a tematikát, javasolhatnak megismerésre szánt műveket, felhívhatják a másik figyelmét az őket érdeklő társadalmi kérdésekre, amelyeket aztán megvitatnak egymás közt. Borbála ebben az évadban a balkezesség témáját vetette fel. Én azért fogok ebben részt venni, mert én magam is balkezes vagyok, úgyhogy elmondhatom a tapasztalataimat, hogy ez milyen. Az ember másképp használja a tárgyakat, vagy másképp ír, mint a többség. Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert ilyet még nem csináltam, hogy ennyire személyes dolgot mondhatok el. Dr. Faragó Eszter és a Concordia olvasókör tagjai a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban találkoznak időről időre, hogy maguk mögött hagyják a rohanó világunk hétköznapi zajait, és megtöltsék a teret az értelem és az érzelem hangjaival.